Április 9-én szombaton reggel Olaszországból egy 8 fős delegáció kíséretében érkezett segélyszállítmány Dabasra. Hát mi közvetítők vagyunk. Eredetileg, amikor elkezdték Savonában, ez Liguriában van, Liguria a legnagyobb városa, elkezdték szervezni ezt a segélyszállítmányt, illetve gyűjteni, akkor ők még azzal a szándékkal kezdték el gyűjteni, hogy a Magyarországra érkezett ukrajnai menekülteknek segítenek, tehát itt helyben azok a települések, akik befogadnak menekülteket, azoknak hoznak segélyszállítmányt. Tehát ezzel a céllal indultak el, de aztán most tisztáztuk velük, hogy igazából mi meg tudjuk oldani itt helyben, Dabason az itt befogadott menekülteknek az ellátását, úgyhogy az ő általuk hozott szállítmányt, gyógyszerek, ruhánemjük, élelmiszerek, elsősegélynyújtó felszerelések, ezeket mi tovább vittük, és a Kárpátalján működő Caritasnak fogjuk átadni, és ők fogják ott felhasználni, hiszen Kárpátalján sokkal több menekült van most is, mint arányosítva, mint mondjuk itt nálunk Magyarországon, úgyhogy ezt elfogadták, illetve még azt szeretnék, hogyha azért az itt befogadott családok közül azért néhánynak tudnának átadni egy kis ajándékot, hogy érezzék azt, hogy együtt éreznek velük, és szolidárisak. Úgyhogy ezt megpróbáljuk most szervezni, most átpakoljuk a szállítmányokat, két kis teherautóval érkeztek, ezt most az itteni városi raktárba elhelyezzük, és elmegyünk velük, meglátogatunk néhány családot, akiket itt Dabason befogadtunk.